Úgy gondolom, hogy az ellenzéki összefogás az egyetlen létező potenciál, amelynek, hogyha veszélyeztetése van, akkor még egy darabig nyitni fogjuk ezt a nagyszerű hatalmat, amelyik most felettünk regnál. Azt nagyon nagy az elégedetlenség, én úgy látom, főleg az abból is kiderült, hogy mennyien szavaztak már az első napokban is, meg az első fordulóban is. Javában folyik az ellenzéki előválasztás második fordulója, hogy megtalálják azt a közös miniszterelnök jelöltet, aki a jövő évi választásokon szembeszállhat Orbán Viktorral. Én leginkább azt látom, hogy az emberek büszkék, hogy így büszkén vállalják, hogy hova húzzák az X-et és kire szavaznak. Az első fordulóból eredetileg 3 jelölt került tovább. A legtöbb szavazatot megnyerő Dobrev Klára. Én felkészültem a kormányzásra. A második helyet megszerző Karácsony Gergely. Hanem valódi változásra. Valamint a harmadikként befutó Márki-Zay Péter. Az önök kezében van a hazasorsa. Az utolsó pillanatban Karácsony Gergely meghökkentő bejelentése. Némi mérlegelés után, de jó szívvel és tiszta szívvel jelentem be önöknek, hogy a miniszterelnök jelölti kampányomat befejezem, és az engem támogató állampolgárokat, pártokat, szervezeteket, közösségeket arra kérem, hogy az előválasztás második fordulójában Márki-Zay Péterre szavazzon. Márki-Zay Péter első fordulós helyezése szintén nagy meglepetés volt számomra, és ez azt jelentette, hogy a két pólusú felosztáson Magyarországon megjelent egy harmadik kerül, aminek nagyon örülök. Én Márki-Zay Péterre szavaztam most, de a legszimpatikusabb jelölt nekem Karácsony Gergely volt. Nyilván néha ügyetlenségek voltak a kampányában is egyebekben, de én az attitűdjét azt rokonszenvesnek gondolom, néha nyilván balfácánoskodó. Az viszont, hogy visszalépett, ezt bölcsdöntésnek gondolom, és nyilván ezt akartam mondani, aki a magyar politikai életben a saját önzését viszi vásárra, azzal én nem tárgyalok. Én azt gondolom, hogy azok a fontos emberek, akik valóban úgy gondolják a politikát, hogy a közösségért tesznek, és nem a saját hízlaldáikért. Hozzám gondolkodásban és habitusban leginkább a Karácsony Gergely áll közel, de én azt gondolom, hogy a Márki-Zay egy tiszta ember. Én a tekintetet nézem, és én az ő tekintetét tisztán látom. Orbán Viktor ellen valóban nekem van messze a legnagyobb esélye. Míg Orbán Viktor, de sajnos néhány politikai ellenfele is a gyűlöletre építi a kampányát, addig mi megöleljük, és testvérként... Eközben kiéleződött az ellenfelek közötti versengés. Márki-Zay Péter hazaárulással vádolta azokat a politikusokat, akik az első fordulóban Karácsony Gergelyt támogatták, ám a másodikban már Dobrev Klárára adták a voksukat. Tisztességes versengést a második forduló kezdetére Márki-Zay Péter alig pár nap alatt egy ilyen Trump-típusú élethalálharccá változtatta. Később Márki-Zay elnézést kért a hazaárulás szóért, és fáradtságra hivatkozott. Amikor azt mondod, hogy fáradt vagy, és azt mondod, hogy aki Karácsony Gergely helyett most Dobrev Klárát támogatja, az elárulja a hazát, mit fogsz csinálni egy 22 órás tanácsülésen Brüsszelben, a maraton tanácsülés után az újságírók előtt? Nekem valamennyi megszólalásomat közvetítjük az interneten, a Facebookon, vissza lehet nézni. Nézzék meg, hogy én mennyit beszélek Dobrev Kláráról, és nézzék meg azt, hogy egy DK-s rendezvényen egy külön szónok van, aki csak engem szív. Hát ez van egy összefogás. Az árulásos mondatával nem értek egyet Márki-Zay Péternek. A politikához hozzátartozik, tehát az soha nem szűzleányok csinálták. Ez akár bele is férhetne, néha durul, de ez Kelet-Európa, tehát elég tahók vagyunk. Önmagában az, hogy vita kialakult, az már egy egészséges helyzet. Mi együtt fogjuk leváltani Orbán rendszerét, de a legvégén ott valakinek előreállnia kell. A legtöbb szavazó megosztott, főként Gyurcsány Ferenc személye miatt. Mi DK-sok, mi Dobrev Klárát jelöltük, és Dobrev Klárára szavazunk. Dobrev Klárát mondjuk egy okos hölgynek tartom. Egyetlen zavaró tényező van, a férje, a Gyurcsány Ferenc. Dobrev Klára egy kiváló teljesítéssel rendelkező, nagyszerű elme, akit sajnálatos módon a körülmények lehúznak és alkalmatlanná tesznek ebben az időpontban. Hát nem csak Gyurcsány Ferenc, azért a DK-ban is, meg a DK támogatottsai között is több olyanok szerepelnek, mint akár egy Demszky Gábor, egy Hiller, akiket azért talán most már ideje leváltani. Ez egy nagyon értelmes nő, az, hogy a férjét, hogy szidják vagy mocskolj, engem az nem ér, nem zavar, ágyba úgyis kibékült, más a politikája, a nő másképp gondolkodik. Mindeközben a kormány is készülődik a jövő évi választásokra. A színpadon őrült civakodás zajlik. Pif, puf, csí, puhi. A mellékszereplők egymást csépelik. És hogy ki nyer a végén?
Van egy új prémium, amit fognak kapni Fali bátyám novemberben, 80-ast. Ennek már sokan örülnek. És a következő évben pedig február közepén szerintem meg fog kapni egy havit. Még azért küzdelem kell egy kicsit, mert ne két hetire nyomra megy, akkor olyan rajta vagyok a szerepvállalatban. Ott loholok a pénzügyminiszter nyakán. Az Orbánnak játszik mindenki, aki nem jön elszavazni, illetve azt mondja, hogy nem érdemes. Dehogy nem érdemes.